Amennyiben egy új, négylábú, szőrös családtagot fogadunk körökbe, vagy magunkhoz, abban az esetben bizony számolnunk kell azzal, hogy az alapkiadásokon, az állategészségügyi ellátáson, a napi állateledelen és egyéb alapfunkciók ellátására szolgáló kiegészítőkön kívül bizony esetenként egyéb kiadásokra is számíthatunk. Természetesen vannak váratlan állategészségügyi kiadások, mint például egy baleset, egy csontörés, amivel egyszerűen egy sérülés, amivel nem lehet számolni, hiszen balesetek sajnos az emberek és állatok esetében mindig történhetnek a legnagyobb odafigyelés mellett is. De előfordulhatnak olyan váratlan kiadások is, mint például egy kutyaiskola. Amikor rájövünk egy 4-5 hónapos kutya esetében, hogy annyira hiperaktív, annyira rakoncátlan, hogy már egyszerűen ciki megjelenni vele az utcán, és bármilyen kultúrhelyen, és ebből kifolyólag elhatározzuk, hogy megneveljük, móresre tanítjuk a kutyánkat. Ez esetben ez a kutyaiskola is egy nem várt kiadás jelent, kiadást jelenthet, de mindenképpen érdemes ezzel élni, hiszen egy életre szóló civilizált barátra szeretnénk szert tenni az állat formájában, és ezért tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy civilizáljuk négylábú társainkat. Természetesen ugyanilyen nem várt kiadást jelenthet az, hogyha mondjuk az adott állattal utaznunk kell, akár idehaza, akár külföldön, hiszen az utazáshoz szükséges hozzávalók, kutyák esetében újabban már a biztonságot fokozó biztonsági, kutyabiztonsági övek is kapható, vagy éppen egy szállítóboxban is utazhat az állat, ezek mind-mind plusz kiadást jelentenek. Egy állat befogadásánál, vagy örökbefogadásánál, megvásárlásánál mindenképpen gondoljunk ezekre a külön kiadásokra, hiszen abban az esetben, hogyha ezeket a kiadásokat nem számoljuk bele a család büdzséjébe, akkor bizony ezek érzékeny veszteséget jelenthetnek. Amennyiben ezekkel a kiadásokkal számoltunk, mindig legyen egy pici kis vésztartalék a család háztartásában, illetve a családi pénzforrások tekintetében, amelyeket ilyen vészhelyzetekben bevethetünk. Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy az állatok tartása, különösen a társadalatok tartása, alapvetően is egy elég jelentős összeget jelenthet, különösen akkor, hogyha nem várt kiadások tetézik ezt, ezért mindig legyen egy olyan víztartalék, amelyhez nyúlhatunk ilyen esetekben.